megint előkerült a kérdés, hogy a jobboldali ablakon mi ez a fólia. Hát az a neve, hogy Fresnel lencse, és ugyebár ami a tükörből, jó, mondjuk most az egyik kecske, az ott látszik a tükörből is, legalábbis a kis tükörből, de ami itt van közvetlenül az ajtó mögött, azt nem lehet látni egyik tükörből sem. És ugyebár ebből a lencséből lehet látni ide közvetlenül az ajtó mellé is. Úgyhogy ez így teljesen jó, mert kiküszöböli itt nekem a jobboldali holteret. Ennek a szörnyetegnek a kezelője éppen ebédel. Fél egyig van nekik ebédidő, úgyhogy azt megvárom, mire visszajön. És megmutatom, hogy aki még nem látott közelről ilyen konténerszállító pótkocsit, hogy így üresen így néz ki. Itt van ez a szerkezet, ezt lehet így elfordítani, mikor rárakta a konténert, és akkor azzal le van fogadva. Hát itt ezzel a menetes tekertyűvel lehet leszorítani a konténert a pótkocsira. Úgyhogy így néz ki a szerkezet, így üresen. Itt megtekinthetjük a légtartályokat, mindenféle csöveket, elosztószelep, csatlakozó, légrugóhoz, fékhez, mindenhez, úgyhogy itt így jól látható. Ott van valami elektronika is, ha jól látom abba a dobozba, az ABS-hez valószínűleg. Úgyhogy így néz ki üresen a pótkocsi. Majd nem sokára jön a jó ember, aztán remélem, és akkor felrakja rá valamelyik konténert itt a sok közül. És hát úgy döntöttem, hogy elmegyek, én elindulok. Fölmegyek Nürnbergig, és akkor ott eltöltöm a hétvégét. Aztán majd hétfőn tovább megyek, mert föl kell menni oda Frankfurt, nem egészen Frankfurt magasságába. Frankfurt előtt egy kicsivel van a lerakás helye.
Na hát megállok én itt a kamion mögött. Lesz, ami lesz. Most bemegyek, megpróbálok szerezni egy ilyen matricát. Na kérem, megvan az Umwelt plakett, így néz ki. Ugye eddig a sárga vasalójét raktam ki, hogy legyen kint valami, messziről legalább lássák, hogy van, de szerencsére megúsztam, nem állítottak meg sehol miatta. Úgyhogy most ezt szépen kirakom a szélvédőre, ezt pedig elrakom emlékbe. 5 euróba került, körülbelül 2 perc alatt végeztem vele. Úgyhogy akinek nincs ilyen, annak javaslom, hogy egy ilyen TÜV nevű állomásnál meg kell állni, bemenni az irodába, és pár perc alatt megvan 5 euró fejébe, adnak róla egy blokkot, a cég meg kifizeti. Ennyi. Megjöttünk! Jaj, de jó! Hihetetlen. Újra tervezek, tudod mekkora meló? Jó, köszi Laci, már itt vagyunk. Ügyes vagy, köszönöm szépen, idehoztál. És akkor itt keresek én valakit, aki azt mondja, hogy leszedik-e. Na, hogyha nem lett volna elég a hegyi utazás, akkor még a lerakodásról megpróbálok majd csinálni pár felvételt. Így néz ki az áru. Itt vanni.
Ez meg se nyitja. Nem emelte meg. Miért nem gurult? Hoztam a kamerát, hogy innen talán jobban belátni. Még van kettő tekercs. Az a nyelv minden, tehát jön a spanifer minden. Thank you.
könnyedén kúl. Főleg így, hogy megvan. Na, mint ahogy azt korábban ígértem, a rakodásról megpróbálok csinálni néhány használható felvételt. Nőn a targonca. Csak hogyha ebben a sínben van valami kis szutyok, akkor már alig-alig akar gurulni. Thank you.
segítségét pedig leengedtem a hátulját. Ezek szerint visszaengedett, hogy mit csináltál? Nem lenne akarít gondolni. Menni, amíg nem végzünk.